Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Engedjék meg, hogy én is azzal kezdjem, hogy a KDNP nevében megköszönöm a pedagógusoknak az áldozatos munkáját. Nehéz körülmények között kellett felkészíteniük a diákokat az érettségire, de ezt így is megtették, köszönet érte. A diákoknak pedig, akik ma kezdték az érettségi vizsgákat, nekik a KDNP nevében sok sikert kívánunk. A második szó pedig a köszöneté kell legyen. Köszönet az egészségügyi dolgozóknak azért, mert mindent megtesznek annak érdekében, hogy aki megfertőződik a koronavírussal, őket meggyógyítsák, és nekik köszönhető, az egészségügyben dolgozóknak köszönhető az, hogy kimondhatjuk, hogy Magyarország élen jár az oltások tekintetében. Nekik köszönhető az, hogy több mint 4 millió, most már a legfrissebb adatok szerint majdnem 4,1 millió ember védett a koronavírussal szemben azáltal, hogy megkaphatta már az oltást. Köszönet még egyszer a munkájukért. És azzal, hogy ehhez a fontos mérföldkőhöz is elérkeztünk, az élet egy újabb szeletét kaphattuk vissza. Számos szolgáltatás Magyarországon igénybe vehetővé válik, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy szégyen teljesnek nevezzem azt a jobbikos képviselőt, azokat a jobbikos képviselőket, akik a védettségigazolványok kapcsolatban sárga csillagot, meg koncentrációs tábort emlegettek. Ön is, illetve Szilágyi György képviselő is, így olyan szégyeljék magukat, ez is bizonyítja, hogy továbbra is hiába dörgölöztek hozzá Gyurcsány Ferenchez, önök továbbra is egy antiszemita párt maradt. Ennek ellenére az élet, hála Istennek, újraindulhat, és ez nem mindenhol van így. Szeretném elmondani, hogy ha megnézik a nyugat-európai országokat, ahol sajnos teljes mértékben a brüsszeli vakcina beszerzésre hagyatkoztak, éppen ezért sokkal kevesebb a vakcina, mint Magyarországon, ott még ma is komoly, szigorú, korlátozó intézkedések vannak érvényben. Franciaországban például mai napig nem lehet 10 kilométernél messzebb elmenni az otthonuktól. Németországban a legtöbb szolgáltatás nem igénybevető, azokban a tartományokban, ahol igen, ott is csak nagyon szigorú korlátozásokkal, szigorú szabályok között. Ehhez képest örömmel mondhatjuk el, hogy Magyarországon újraindult az élet, és az újraindítás, az élet és a gazdaság újraindításának egy fontos mérföldkövét hagyhattuk magunk mögött, és végre elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ez májusban jellemző lesz már, hogy végre Európában egyedülálló módon, de nem az oltás, a vakcina mennyisége lesz a szűk keresztmetszet. Most már csak azon múlik, hogy a magyar emberek felelős döntést hoznak és beoltatják magukat, és nem fognak hinni az oltás elleneseknek. És ha már oltás ellenesség, az azért egészen elképesztő, és nagyon sokat elmond a baloldalról, hogy amíg mindenki az oltásokkal, a járványjáni védekezéssel van elfoglalva, addig mivel is foglalatoskodik a baloldal. Hát egyrészt ugye ebben az előválasztásnak nevezett bohózattal, színjátékkal, amit Gyurcsány Ferenc koreografál, de még azt mondja az ember, hogy bárcsak inkább ezzel foglalkoznának, de nem csak ezt teszik, hanem támadják a védekezést, ahogy egyébként az elmúlt évben is ezt tették. Múlt héten egyértelművé tették, hogy továbbra sem támogatják a járvány elleni védekezést, és ennek szellemében nem fogják megszavazni a rendkívüli jogrend meghosszabbítását. És hát itt hallhattunk egy jobbikos felszólalást, amely tiltakozott az ellen, hogy oltás ellenesek. Hát tisztelt képviselő úr, nézze meg, hogy mit mondott az önök szövetségese, az imént még itt a pacsorokban helyet foglaló Varjú László. Azt mondta múlt héten, tehát nem hónapokkal ezelőtt, múlt héten azt mondta egy tévéműsorban, hogy a keleti vakcina az álmegoldás. Az a keleti vakcina, amellyel egyébként most már több mint 1 millió embert beoltottak. Álmegoldásnak nevezte. Vagy az önök másik szövetségese, Dobrev Klára, azt hazudta a magyar embereknek, hogy egyébként senki nem vizsgálta meg a keleti vakcinákat, amit Magyarországon forgalomba hoztak. Hát ezek után azt mondja ön
nekünk, hogy nem oltás ellenesek. Hát akkor mégis micsoda? De ráadásul most már ezt minden ember láthatja, hogy oltás ellenesek. Hála Istennek egyre kevesebben hisznek önöknek, de ettől függetlenül az oltás ellenes kampányokat legyenek szívesek abba hagyni, és szégyeljék magukat azért. Köszönöm szépen! Az elhangzottakra Rétvári Bence államtitkár úr reagál. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház! Egy idézettel kezdenék, méghozzá Gyurcsány Ferenctől. Amíg én vagyok a DK elnöke, addig én nem fogom megengedni, hogy a DK a Jobbikkal politikai szövetségre együttműködésre lépjen. Majd ma mit tapasztalunk? Azt kéri Gyurcsány Ferenc a Jobbiktól, hogy az előválasztáson támogassák a feleségét, hogy ő legyen a baloldal közös miniszterelnök jelöltje. És mindezt mikor teszik? Akkor, amikor az orvosok, az ápolók, a rendőrök, közigazgatási dolgozók a hétvégén is oltásokat szerveznek, és mindenkit igazából arra kellene buzdítani, hogy oltassa be magát, és minél hamarabb legyünk túl a járványon. De ez a baloldalnak nem fontos, sőt, mint tudjuk az önök háttéremberétől, a baloldal azt szeretné, hogy minél hosszabb legyen a járvány, minél több áldozattal járjon, mind az egészség, mind pedig a gazdaság terén, mert úgy gondolják, és ebből csináltak önök filozófiát, hogy ha minél hosszabb a járvány, ha minél több a veszteség, annál nagyobb esélye van önöknek 2022-ben megnyerni az országgyűlési választásokat. Ezzel foglalkozik a baloldal, és hát láthatjuk, hogy ebben igen aktívak, hiszen akkor, amikor megjelent a brit vírusmutáns Magyarországon és elkezdett terjedni, akkor Újhely István a következőket követelte. Túl szigorúan korlátoz a hatályos kormánydöntés. Nyitni kellene. Átgondolatlan volt a kormányzati korlátozások tavaly novemberi elrendelése, felül kellene vizsgálni a kormánynak a november 11-i rendeletét. Ezt mondták önök akkor, amikor a brit vírusmutáns elkezdett terjedni. Vagy Fekete Győr András ugyanekkor azt mondta, ideje eltörölni az értelmetlen szabályokat és elkezdeni Magyarország újranyitását. Vagy Jakab Péter itt a parlamentben, amikor éppen nem száraz tésztát vagy krumplizsákot lebegtetett, mint egy parlamenti gasztroblogger, akkor azt mondta, hogy nyitni kell, különben végleg bezárunk. Amikor elkezdett terjedni százakról százakra, ezrekről ezrekre a brit vírusmutáns, akkor önök azt követelték, hogy engedjük nagyobb teret a vírus terjedésének, nyissunk ide csak vadasparkokat, állatkerteket, de éttermeket és szállodákat is. Akkor, amikor még töredéke volt az átoltottság, ahhoz képest, mint ami most van, tisztelt képviselőasszonyok és urak, önök akkor engedtek volna nagyobb teret a vírusnak, ebből is látszik, micsoda felelőtlenség volt az önök részéről. És miközben önök január-februárban nyitás mellett kampányoltak, aközben önök a keleti vakcinák ellen kampányoltak. És valótlan, tisztelt képviselő úr, hogy bármelyik baloldali képviselő ne tudná leadni itt a parlamentben azt a nyilatkozatát, hogy a korábbi javaslatát visszavonja. Bármelyikőjük megtehetné. De egyikőjük sem teszi meg, mert valójában önök továbbra is abban bíznak, hogy az emberek a keleti vakcinákat visszautasítják, és láthattuk Gyurcsány Ferenc hétvégi nyilatkozatait. Kárörvendően igyekezett fellépni, és azt mondani, hogy a keleti vakcinákban nem bíznak az emberek, miközben éppen a WHO szakértői erősítették meg, hogy a kínai vakcina ugyanúgy hatásos, mint bármelyik másik. Az egyik szakértőt állta az Egészségügyi Világszervezet, a másik Gyurcsány Ferenc. És Gyurcsány Ferenc továbbra is igyekszik az embereket keleti vakcinák ellen hangolni, és láthatjuk, hogy ennek akár a saját pártján belül is milyen tragikus következményei vannak, de ez sem számít. Semmi sem fontos, mert csak a hatalom megszerzése a fontos a baloldal számára, ezért bármit megtesz, támadja az egyébként mindenki által elismerten hatékony vakcinákat, vagy éppen a vírus harmadik hullának felfutásakor, a brit vírusmutáns megjelenésekor éppen arra buzdítja az éttermeket, hogy nyissanak ki. De nézzük valóban ezt a baloldali belső versengést. Kunhalmi Ágnes, aki mögött büszkén kiáll a Jobbik, nos, mit mondott ő ezekről a jobbikosokról egy-két esztendővel ezelőtt? Minden Jobbikra leadott szavazat, kukába menő szavazat. Így beszélt akkor, most pedig azt kéri, szavazzanak közösen Kunhalmi Ágnesre. Vagy Szabó Tíma, itt a mindig harciasan a baloldal nevében felszólaló képviselő azt mondta, eljött az a pont, amikor bevállalom, ha egy szavazaton múlik is, akkor sem működöm együtt a Jobbikkal. És úgy folytatta, indul a teljes Jobbik bojkot,
részemről nincs több ügyek mentén való együttműködés, totális karantén, mondta ezt pár esztendővel ezelőtt Szabó Tímea, most pedig más sem tesz, mint a Jobbiknak udvarol. De ez a túloldalról is igaz, Z. Kárpát Dániel egy-két esztendővel ezelőtt úgy nyilatkozott, Gyurcsány Ferenc az elszámoltatás kiemelt alanya kellene, hogy legyen, akinek minden bűnért felelnie kellene egy későbbi időpontban. Most viszont csak egy dologért dolgoznak, hogy ez minél későbbi időpont legyen, hogy Gyurcsány Ferencnek minél tovább mentelmi joga legyen, az ország vezetője legyen, és a Jobbik, amely azért jött létre, hogy Gyurcsány Ferenc elszámoltassa, most azon dolgozik, hogy sohasem legyen Gyurcsány Ferenc elszámoltatása. Köszönöm, elnök úr! Köszönjük!